Sziasztok, szép estét! Üdvözöllek benneteket! Remélem mindenki jól van, minden fasz, minden jó. Első kérésem az lenne, hogy a trollokkal ne foglalkozzatok. Ne etessétek őket, és ne vitatkozzatok velük. A második, hogy terjesszétek ezt a videót, hogy minden emberhez eljusson. Hát ennek most lesz tétje. Honfitársaimat szétszéledni. Látom, hogy mennyi a boldogtalan, az életük munkája romokban van. A tehetséget apró pénzre váltják, országunk földjét is elherdálják. Idegen emberek jönnek érte, több ezer családot tönkretéve, és hagyja a korrupt bűnös banda. Számukra ez is csak politika, nem értik soha. Rabszolgák lettünk a szülőföldön, nem szabadság, ez már régen börtön. Megélni nem lehet tisztességgel, a remény, a méltóság könnyen vészel. Éjszaka riadunk álmainkból, aki nem ment el félelmében behódol. És untalanul a világot járod, rájössz megfogant a magyar átok, és hagyja a korrupt bűnös banda. Leszek szabad, hol lefogtatok, ott dolgozom, majd hol elnyomtatok. Miért kéne félnem, ha itthon vagyok? Elődözhettek, én visszajövök, az emigrációból kitörök, és ha eljön a nap, visszatérek, milliót vetnek ennek még érkezve megsimogat,
ami más, hogyan süt a Balaton fölött, mint a határon túl, az Alpok mögött. Bálint Natália Magyar Átok című dalával köszöntök mindenkit. Arra kérlek, hogy terjesszétek ezt a videót, mert bízok benne, hogy ennek tétje lesz. És beérik az a gyümölcs, amiért, amit hosszú-hosszú évek, évtizedek óta dédelgettünk. Akik nem ismernek, Bertalan Attila vagyok, a Rendszerváltó csoport vezetője. Ma nem fogok aktuál politikai híreket mondani. Ma nem kívánok kitérni parlamenti ülésre, kormányalakításra, gázelzárásra, kül- vagy belpolitikai eseményekre. Magyar Átok. Gondolkodtam, melyik dalt válasszam nektek. Beszélünk turáni átokról. Beszélünk sok mindenről. Hogy a magyar nem áll oda a másik mellé, hogy a magyar nem fog össze a bajba, hogy a magyarnak csak a szája jár. De néhány óra leforgása alatt, itt a Kárpát-medencébe, illetve a nagyvilágba, a magyarok összefogtak. És akik nem tudják a történetemet, azoknak röviden dióhéjbe elmondom, hogy 2020. november 15-én a Covid intézkedés alatt, de nem a Covid intézkedés ellen, hanem élve alkotmányos jogunkkal kimentünk az utcára. A rendőri brutalitás az mérhetetlen volt, három rendbeli megsértés miatt jelentettek fel a rendőrök. Úgy, hogy november 14-én éjjel meghoztak, elfogadtak egy olyan törvényt, hogy sem vallásgyakorlás címén, sem sporttevékenység címén nem lehet közterületen tartózkodni. Aztán nekem erős a hitem. Akár a Kárpátokat elmozdítom a hitemmel. Akár. De ez a hites csak az enyém. Azt nem mondom, hogy ti nem rendelkeztek vele. Az én hitemmel nem. Mindenki a saját hitrendszerével rendelkezik. 2021. február 1-én, amikor a vendéglátósokat vegzálta a hatalom, akkor maroknyian voltunk kint a Hősök terén. Azt a rendezvényt nem én szerveztem, majd egy másik szervezet volt hajlandó kiállni a vendéglátói szektorért, mi csatlakoztunk. Csatlakoztunk, és február 1-én egy mustármagnyi hitet tudtam a Hősök terén elszórni. Csak egy mustármagnyit, hogy mind a 10 millió ember próbáljon ráérezni, hogy mit jelent a remény, és mit jelent az a hitrendszer, hogy el lehet takarítani a gonoszt. Ez a nap volt mérföldkő a csoportunkba, hisz több média is kint volt, és gyakorlatilag így indultunk el egy olyan úton, amit most már mindenki figyelemmel kísér. Aztán voltunk még kétszer az utcán, február 28-án, 2021-ben, és március 15-én. Az összbírságom összege
majdnem 5 millió 800 ezer forint. Voltak személyes meghallgatások, csak hogy mindenki értse, hogy milyen jogrendszerben működik a magyar bírói kar. Úgy hoztak ítéletet, hogy nem lehettem jelen. Hiába kértem nyílt tárgyalást, illetve a bíróság előtt a személyes meghallgatásomat, nem lehettem jelen. Ezeket az ítéleteket is sorra megfellebbeztem, és hogy van-e igazságszolgáltatás vagy nincs, a kúria döntése értelmében az összes ítéletet helyben hagyta. Nem válthattam át közmunkára, mert tudták, hogy vannak olyan emberek mellettünk, rendszerváltók mellett, akik ideálnak és segítenek. Nem válthattam át részletfizetésre. A tegnapi nap folyamán be kellett volna vonulnom majdnem 1200 napra, 1153 napra, ha jól emlékszem, a BV-be. És kedden, amikor kezdődött a tortúrám, amikor már látszódott az, hogy ennek felesem tréfa, akkor egy váratlan hívásom jött Erdélyből, és ő végighallgatta a beszélgetésünket. Gyakorlatilag lehetetlen helyzetet hozott a hatalom, minden tekintetbe próbált félreállítani, befogni a számat. És az erdélyi telefon azért volt, és azért is említem meg, mert ez a barát, ez beült autóba, abba a pillanatba, és eljött hozzám. Úgyhogy következő nap reggel már itt volt nálunk. És hozott egy autót, hogy tudjak dolgozni. Az egy dolog, hogy a rendszám RO-val kezdődik. A következő betűjel CV, mint kovászna. Egy igazi magyar, magyar szívű család itt hagyta az autóját, ha tudjak dolgozni. És szerdán az élőm után gyakorlatilag felrobbant az internet. Nem csak a rendszerváltók csoportba, hanem majdhogy nem az egész országba. Minden ember önzetlenül mellém állt. A halott hősök hazájában odaálltatok mellém egy emberként, egy emberért, nem csak a Kárpátokba, hanem Dániába, Hollandiába, Angliába, Norvégiába, Finnországba kaptam rengeteg segítséget, és önzetlen módon. Mindegyikötöknek hozzátettem, hogy csak akkor, hogyha ezt az ügyet fontosnak érzitek, nem az én személyemet, és csak akkor segítsetek, hogyha nem nélkülöztök. Engem ami megdöbbentett, hogy azt mondtátok egyöntetően minden, hogy ez nélkül nem fog sikerülni, és ha bekerülök, akkor a rendszerváltást leúszhatjuk a WC-n. Persze volt egy ellentábor, aki azon szurkolt, hogy én bekerüljek. Még nem oldódott meg teljesen a dolog, de úgy néz ki, hogy Isten segedelmével, illetve a ti segítségetekkel megúszom ezt az egész
poklot, ami elé néztem volna. Csak azért említettem meg, mert folyamatosan azt mondjuk, hogy mi ilyenek meg olyanok vagyunk. Hogyha egy ilyen kis közösség, ami már nem is közösség, hanem Magyarország egyik legnagyobb családja lett a rendszerváltók csoportja, meg tudta mutatni, hogy együtt egymásért, akkor ez miért nem működik országos szinten. Én most kicsit úgy szétszakadva, de magamból kiadva mindent, mert a tolvaj szíve ugye kegyelmet nem ismer. Ők nem mérlegeltek, nem is érdekelte őket, hogy mi lesz velem, vagy mi lesz a holnappal, vagy a holnap utána őket, ez nem érdekelte. Abszolút nem foglalkoztak vele. Ahogy nem foglalkoznak veletek se. Őket csak a hatalom élteti, őket csak ez a hatalomvágy, a pénz. És csak addig kelletek nekik 4 évente, amíg a szavazó urnához kell menni. Elgondolkodtam azon is, hogy azt mondják, hogy miért nyitom ki a számat. Mert oly kevesen vagyunk ebbe az országba, akik még kimerik nyitni a szájukat. És lehet, hogy talán ebbe az országba az én szám a leghangosabb. És én folyamatosan ugyanazt mondom, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Míg mások, hol ezért, hol azért, hol amazért mennek ki az utcára, és én már nem akarok bírálni, nem akarok a többiekkel foglalkozni, mert nekünk megvan az ügyünk, mi 18-án ismét utcára megyünk. És ez a videó, az remélem, hogy nagyon-nagyon sok emberhez eljut, és megfogja, és talán megérti, hogy milyen is összefogni, és milyen az, amikor egy ország határokon innen vagy túl, és a komplett magyarság odáll egy ember mellé, vagy éppen egy eszme mellé. A valós és tényleges rendszerváltás eszméjét azt minden nagyképűség nélkül kijelentettem, hogy ebbe az országba csak én, illetve az általam vezetett rendszerváltók csoport képviseli. Rajtunk kívül nincs más. A mi szavunk az nem szél, hogy tovaszálljon. Mi kőkeményen, acélos hittel és erővel ez mellé, az eszme mellé álltunk be. Mert tudjuk, hogy minden problémára ez a gyógyír. És nincs is más rajtunk kívül, aki ezt képviselje vagy tovább vigye. Csak a rendszerváltók közössége. Lehet erről beszélni, lehet ezen vitatkozni, de a tények azok makacs dolgok. Azt mindegyikőtök elismerte, ha engem félreállítanak, akkor rajtam kívül nincs, aki ezt tovább vigye. Akkor ez a 100 000-es közösség, és én most már tudom, hogy nem 100 000-en vagyunk, ez a 100 000-es közösség szétmegy. És onnan tudom, hogy nem 100 000-en vagyunk, hogy olyan emberek kerestek meg, nem engem, nem csak engem közvetlen, hanem benneteket is, akik csak hallották. Vannak vagyonos barátaim, akik féltik a vagyont, meg soha nem álltak oda sejj mellé.
Szóval vannak politikusok, akik annyira süketek és annyira hallgatnak, hogy meg se hallják a nép sírását. Meg se hallják, hogy baj van. Meg se hallják, hogy nem jó fele megyünk, mert elvitte őket a hatalom. És olyan emberek kerestek meg, akik nem voltak még mellettünk, nyíltan, face to face, viszont felajánlották segítségüket. És majd olyan emberrel találkoztam, egy olyan ember lányával találkoztam, akivel életemben először találkoztam, hogy önzetlenül egy távoli országból felajánlotta a segítségét. És én nem fogok neveket mondani, mert hosszasan sorolhatnám a neveket. Viszont én csak annyit mondok, hogy Isten áldása legyen rajtatok. Azokon is, akik segítettek, és segíthettek, azok is, akik csak az együttérzésükről biztosítottak, mert most értettem meg, hogy mit jelent a család fogalma, hogy mit jelent a tisztelet, és hogy mit jelent az, hogy bajba odaállsz a másik mellé, amikor a kezedet nyújtod. És aki a hátat fordította és elárult, az sose volt a barátom. Én vagyok királyfi, és nincs szükségem királylányra. Nem kell alám feküdnöd azért, hogy legyél valaki. Én nem szeretnék senki lenni. Én egy vagyok közületek, és ugyanaz maradok. Én innen jöttem közületek, és én veletek is maradok. Én akármikor kinyitom a szám, azt értetek csinálom. Nem csak magamért csinálom. Viszont a hitem az a legerősebb. A remény, ami soha nem fog elhagyni. Főleg ezután a 2-3 nap után soha nem fog elhagyni a remény. A szeretet, amivel mi mindig is az utcára mentünk, és ami minden egyes rendezvényünkön ott van velünk. A szeretet, amivel engem fogadtatok. És amivel engem most segítettetek. Mert bizony a szeretetnek van ereje. Még akkor is, ha csak fölhívtok, és beszélgetünk. Akkor is, hogyha rám írtok, és nem kényszerből kérdezed meg, hogy hogy vagyok. És az egy olyan ember vagyok, aki a kellett 5 emberrel is kimert menni az utcára, áztunk, fáztunk, fagyoskodtunk, de akkor is kint voltunk. És hogy ennek a egész Herce urcának lett-e tétje, lesz tétje. Mert ez a videó eljut azokhoz az emberekhez, akik már reményvesztettek, hogy a magyarban nincs kurázsi, hogy a magyar az nem összetartó, akkor itt a cáfolat. Hogy hosszú idő után nem egy tévé kezdeményezésre, nem egy katasztrófához, nem a média sugallatára kellett odaállni, hanem csak azért, mert bajba voltam. És összeállt egy olyan erős közösség, és azt már április 3-án mondtam, hogy mi vagyunk az új politikai erő. Ezen sokan nevettek, de már kritikákkal nem foglalkozunk. Mert ti vagytok az egyetlen, akik tudják, hogy mit miért teszünk. Tudjátok azt, hogy miért megyünk. Tudjátok azt, hogy mi a tétje. Viszont persze kapok támadást is. Folyamatosan jelzőkkel illetnek, bolondnak tartanak. De azért, mert az én személyemet kritizáljátok, kedves trollok, kedves medúzák és cucuk,
Attól függetlenül az alaptörvény még közjogilag akkor is érvénytelen. De akkor megyek tovább, mert tudjátok, le tudok én is arra szintre menni, ahol ti vagytok, csak én ott már nem érzem jól magam. Az már tényleg a bakondok szintje. De felajánlok nektek valamit. Anyám vagytok úgyis, azt mondjátok, hogy ti vagytok a többség. Adok 168 órát nektek, kedves arcnélküli trollok. Ütessetek levelem szembe bármelyik őtöket. Aztán magyarázza el nekem, hogy az alaptörvény mitől érvényes. Én meg három mondatból széjjelszedem, mint Foxy a lábtörlőt. Ne a Facebookon hadakozzunk, face to face. Élő egyenes adásba, ütessetek levelem bárkit, aztán védjétek meg az alaptörvényt. Az utána majd beszélhetünk, hogy ki a hülye, és kit milyen jelzővel illettek. Volt egy Attilánk, aki annak idején összefogta a nemzetet. Azóta sem volt olyan vezető, aki a komplett magyarságot meg tudta volna szólítani. Erre én sem vagyok képes. Volt egy Mátyásunk, akinél oda lett az igazság, és azóta, a halála óta a hamisságot tanítják nekünk. Beleértve a papságot is. De az, amit ti adtatok nekem, illetve ti adtatok ennek az országnak, most az elmúlt napokba, az a tett, az fölért egy pozsonyi csatával. Mert rajtunk kívül senki nem fogja a valós és tényleges rendszerváltást sem elindítani, sem levezényelni. És hogy vagyunk-e elegen? Többen vagyunk, mint 100 000. Lényegesen többen vagyunk, mint 100 000. Lehet ezt tagadni, lehet ezt tagadni, lehet ezen vitatkozni, lényegesen többen vagyunk. Az, ami előttünk áll, az egy nem mindennapi és nem kicsi feladat, mert előttünk senki nem csinált ebbe az országba rendszerváltást. Senki. Meg se próbálták. Lefolytattak valamit, aminek ti vagytok a kárvallottjai. Várjátok a felelősségre vonást, holott nincs visszahívható képviselő. Várjátok, hogy a bűnösöket, a házzárulókat letartóztassák, és mentelmi joggal élnek. Nekem csak a hangom van. A hitem meg a szívem, és ugyanez megvan nektek is. Ugyanez. Mindig azt mondják, sőt már meghallottam, hogy, és kaptam egy nagyon jó videót ezzel kapcsolatban, hogy hallgatni arany. Az arany az drága, annak az árát kiszabályozza, kiszabja meg. Ha ti azt várjátok, és azért jöttök, keddenként és péntekenként, hogy engem meghallgassatok, akkor nem sokra fogunk menni. Ha viszont meghalljátok a mondandómba a lényeget, és azt magadévá tudod tenni, akkor ezt az országot pillanatok alatt újjáépítjük. Még akkor is, hogyha a trolloknak ez nem fog tetszeni, mert ők azt se tudják, hogy milyen jogrendszer van Magyarországon. Ha hallgatni jöttök, akkor elveszünk. Ha hallani, látni, nem csak nézni, akkor ez az egész sikere van ítéve. Réges-régen, 8-10 éve, már talán több is, többször mondtam nektek is, hogy
Én 14-ben kiszálltam a közöny miatt. Ebből a politikai csatározásból. Aztán láttam, hogy gyerekek éheznek. Láttam, hogy a devizakárosultakat utcára rakják. Láttam, hogy az autóiból kitépkedik őket. Láttam, hogy végrehajtó járja az utcákat. Viszi az autót, a házat. A 18-án, 19-én én biztos vagyok benne, hogy mi történelmet írunk. Sokaknak nem vagyok szimpatikus. Néha kiakadok, az is én vagyok. Néha ilyen szépen békésen beszélek, az is én vagyok. Néha az örömömet, néha a bánatomat, néha a gondjaimat, de megosztom veletek. Ez eddig is így volt, és ezután is így lesz. De az, hogy a rendszerváltók az egy család, az tagadhatatlan. Az, hogy a rendszerváltók az ország minden egyes pontján megtalálható, minden egyes településén ott vagyunk, ez számomra hihetetlen volt. Az, hogy valakik félre akarnak vinni bennünket Covid-dal, oltással, nemzetgyűléssel kapcsolatba, az abból fakad, hogy nagyon-nagyon sokan ide jönnek hallgatni, és nem hallani. És amikor egy újabb lehetőséget ajánlanak fel az embernek, amivel buktatókat nem mondják, csak a kedvező dolgokat, könnyen megtéveszhető az ember. Mi mindig elmondtuk, hogy ez nem lesz egyszerű. De ezt mindig hozzátettem, hogy csak is békességgel lehet kimenni az utcára. Az erőszak az erőszakot szül. Ha erőszakkal megyünk, akkor erőszakkal is vannak fellépni. Viszont a szeretet az épít. Azzal nem tudnak mit kezdeni. Azzal az egyen nem tudnak mit kezdeni. Hogyha nyugalmasak vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy eddig, bármikor, akkor nem tudnak bennünket vegzálni. Mert eddig a legnagyobb békés tömeget azt a rendszerváltók adták. Senki más nem adott. Rajtunk kívül senki más nem tudott sem tömeget, sem békét teremteni. Én azt hiszem, hogy ennek a közösségnek öröm a tagjának, vagy éppen öröm a vezetőjének lenni. Az a szeretet, ami megkaptam tőletek az elmúlt napokban, és az elmúlt hónapok történéseit észreveszem, 3 nap alatt fölépítettetek bennem mindent, amit kivett a rengeteg álmatlan éjszaka. Annak idején Jézus sem a békét hozta el a földre, hanem Isten kardját, hogy a rabláncot levágd magadról.
Petőfi is megírta, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, választhatok. Ha valakinek ez a jogrend, ez a világ, ahol szemébe hazudnak, és ő elhiszi, ahol elhiszi, hogy az 500 ezer forintos átlagfizetés az létezik, és ő csak 150 ezeret keres, ahol elhiszi, hogy a 260 ezer forint minimálbér létezik, és ő még csak mindig 150 ezeret keres, ha jó neki ez a világ, akkor ő maradjon ebbe. Akkor vele nincsen dolgunk, illetve neki nincsen dolga velünk. Ha viszont valaki elégedetlen az életével, elégedetlen azzal, amit ez a rendszer nyújt neki, az úgyis mellénk fog állni. Annak idején a Lipóti papám udvarából a vagyonát a szovjetek vitték el. A Halászi papám udvarából a vagyont a német katonák vitték el. Aztán mind a két papám udvarából a vagyont a TSZ-ek vitték el. Állatot, földet, gabonát, cséplőgépet, mindent elvitték. Kisöpörték az udvart, kisöpörték a padlást. A pénzünk annyit ér, mint a szar. Semmire nem megyünk vele. Folyamatosan nyugatot majmoljuk, folyamatosan, azt várjuk, hogy utolérjük nyugatot, és egyre nagyobb árat fizettek a saját életetekért. És elhiszitek, mert a politikus mondja. És elhiszitek. Mindent elhisztek, ami a tévéből lejön. Mindent elhisztek, amit a politikus mond. Nem kívánok politikust megnevezni, mert nem kívánok, mert az összes egy kutya. Még azok is, akik most kerültek be. Még azok is. Vannak olyan honfitársaink, akik kalandvágyból hagyták el az országot, mert a mi főökrünk azt mondta, hogy kalandvágy. Nem azt mondta, hogy el lettek üldözve, mert kiforgattuk őket a házaikból, kalandvágyból. És bármiket megkérdezed, lehet, hogy jobban él, lehet, hogy jobban él, viszont milyen árat fizetett érte? És kérdezd meg, hogyha itt egy normál rendszer lenne, akkor hazajönne az országot újraépíteni? És higgyétek el, hogy hazajönne. Gondolkodás nélkül. Mert ő is ismeri azt, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállaimra veszem, és magamat reá feszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére, ezt, ha belevésed kardot pengéjébe, halottak országát, feltámasztod vele. Halottak országa. A halottak országa, az feltámadott. Mint a tenger, a népek tengere. Mert az Isten adta nép, az felállt, ugyanazért az eszméért, ugyanazért az ügyér, és eltakarítja a gonoszt. Ez év június 18-án, a Vajdahunyad vár előtti területen. És bízok benne. És most azt érzem, nem annyian leszünk, mint március 12-13. Lényegesen többen leszünk. Mert az én ügyem most feltüzelt egy országot.
És ezzel senki nem számolt. Mert a mai világban, most, itt, ebben a korban, ha ezen múlt volna, hogy engem elvisznek, akkor én lettem volna az új Táncsics. Mert tisztában vagyok vele, hogy Záhonytól Sopronig, Nagykanizsától Győrig, mindenki ott állna a győri BV előtt. Tisztában vagyok vele. Mert ezt mind megírtátok. Lehet engem kritizálni. A személyem miatt. Lehet. Lehet engem kritizálni azért, mert amire akartok. Lehet. De én mindig kiálltam. Én mindig saját magamat adtam. És érdekes módon mindig én voltam meggyanúsítva, vagy vannak áll oldalai, meg oldalak, meg ilyenek. Gyerekek, a trolloknak a 80%-a az három emberhez, akik engem bírálnak, három emberhez köthető. Az mindig ugyanazt írja, ugyanabban a stílusban, nincs változás. Én már nézem, ma kaptam egy levelet, ki lett satírozva a feladó, és így rávágtam, hogy ki írta. Mert ma annyira megismertem, hogy ki hogy ír. Névvel elmondtam, hogy ki írta. Nem is tagadták le. Mert már az írás stílusából felismertem. De egyet ne felejtsetek el, hogy én figyelek rátok. Nem csak itt, nem csak a telegramos csoportban, mert bárhol megállsz velem, én beszélgetek. Bárhol. Mert ma nem mondtam el, hogy milyen autóval dolgozom. Direkt nem mondtam el. Nem mondtam el, hogy mi van ráírva. Milyen rendszámmal van. De mégis kedves ismerősömmel beszélgettem, amikor fölhívott valaki telefonon, hogy álljak már meg, mert középső tengelyemen defekt van. A következő parkolóban megálltam, és a középső elnézést, a középső keréken defekt volt. Majd jöttem be Budára, a harmadik kerületbe, és a villamos megállóban 30-as évei közepén járó házaspár megütögette az autóm szélvédőjét, majd azt mondta, hogy kapjam össze magam, mert szüksége van rám az országnak. Életemben nem láttam őket. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan figyeltek, de a figyelés az most már kevés lesz. Mert olyan világ jön, amilyet nagyon-nagyon nem szeretnénk. És azt mondtátok, hogy nincsenek hősök ebbe az országba. A 48-as huszárokat hiába várjuk. Hiába várjuk a donkanyari hősöket. Hiába várjuk az 56-os pesti fiúkat. Hiába kosutazunk, petőfizünk, szécsényizünk. Ezek a hősök, ezek a magyarság történelmébe bevésték a nevüket. Ideje lenne, hogyha az újkori történelembe mi vésnénk bele a nevünket. És nem a sírköves, mert akkor kurva rosszul jártunk. Mert a hősök itt vannak. Közöttünk járnak. Ezek vagytok ti, akiket nem lehet eltántorítani az eszmétől. Nem lehet eltántorítani, hogy kiálljatok. Odálltok, és teszitek a dolgokat. És most is azt mondom, hogy a szabadságnak ára van. Nem beszélni kell róla, hanem a gonoszt el kell takarítani. Mindegy az, hogy hány fejű sárkánnyal nézel szembe. El kell takarítani. És ez nem egy mese lesz, hanem ez lesz a valóság.
Néhány héttel ezelőtt, március 13-a után néhány nappal egy fiatal ember gőgösen azt mondta, hogy nekem azért van sikerem az élő videóban, azért nézik 1800 és akár 10 000-en, és azért jut el 100 000 emberhez, mert azzal fogtam meg az embereket, hogy nekem ősz a halántékom, és ez miatt néznek az emberek. Most erre ez a félőrűt, ez nem akarta nekem elhinni, hogy én nem festetem, mert rögtön azt kérdezte, hogy hol festetem, hogy ilyen ősz. A Vajdahunyad vár előtti területen szoktam festetni, 5.700.000 forintba került most. Ez a rengeteg ősz. Erre most ő is befestette a haját őszre, és most azt reklámozza, amit már közel egy éve elmondtam, hogy vegyétek ki a bankból a pénzeteket. Ezzel már elkéstünk, már ki kellett volna venni, már be kellett volna vásárolni, már teli kéne lenni a spájznak. Ezzel már elkéstünk. Nem most kell ébreszteni, nem azokat a szavakat kell elmondani, amiket már elmondtunk 1000-szer, hanem azt kell mondani, hogy az utcára magyar, mert milyen kit a tér. Hegyes Halomtól Záhonyi, ez az egész, ez a miénk, ez nem a politikusoké. Ezt kell kimondani végre. Nem karriert kell építeni. Fölállsz, és ki kell jönni. Nem, Judit, ez nem vicc. Nem, ezt mondták. Hol festetem? Vagy de ugyan várj előtti téren. Ott a Városliget, kellős közepén. Ott. És a fodrász azt most fizettétek ki közösen. Adjon az Isten fényeket. Temetők helyett. Életet. Nekem a kérés, nagy szégyen. Adjon úgy is. Ha nem kérem. Az Isten áldását kérem mindenkire. Függetlenül attól, hogy segítette vagy nem. Az Isten óvja azokat is, akik a határon túlról segítettek, mindegy, hogy keletről vagy nyugatról, még mielőtt elsírom magam, én mindent köszönök, amit adtatok. Törekedni fogok, hogy mindenkinek visszaadjam, mert most írjuk fel, hogy kik utaltak, és milyen összeget. És bízok benne, hogy visszajön az a világ, ami volt korábban, és most már jó úton haladok, hogy újra tudjak dolgozni. Hogy miért most, miért nem mondjuk fél éve, miért most 18-a előtt, miért most, amikor vittek volna mindent, mint a pirosász, erkölcsileg, egzisztenciálisan megpróbálnak tönkretenni, félreállítani, lebontani azt a közösséget, amit, azt a családot, amit kinkeservesen, hosszú évszázados átkok után a magyarság újra felépített, ezt úgy hívják, hogy rendszerváltók közössége, viszont üzenem mindenkinek egy falusi mondással, hogy rossz kotló, aki a saját fészkébe szarik. Ezt a falusiak tudják, hogy mit jelent. Abban a tányérban, amiben eszünk, nem szarunk. És üzenem a hatalmasoknak, hogy a nép adja meg nektek a mindennapi kenyereteket, attól függetlenül még rengeteget elloptok,
zsemlét, kiflit, tejet, túrót, de már nem sokáig. Nem sokáig. És egy dologtól nem mehetek el, és jövő héten jönni fogok valamivel. Egyenlőre szervezzük, tervezzük. De ez a videó is eljut a mai az ország valamennyi pontjára, akkor a jövő heti videó az lesz legalább olyan ütős, hogy a rendszerváltók nevét egy ország fogja megismerni. És egyetlen egy dolgot még, amit el szeretnék mondani ezzel az egész üggyel kapcsolatban. Voltak olyan emberek, akiket megbántottam az évek alatt. Voltak olyan emberek, akiktől eltávolodtam. Voltak olyan emberek, akik elhagytak. Voltak olyan emberek, akik megbántottak, és itt hagytak. Viszont a neveket végignézve, ezek az emberek mind odaálltak mellém. És tudom, hogy több olyan csoportvezető is, aki rólam, vagy magáról az eszmével nem értett egyet, az ide állt mellém. És tudom, hogy ezek a csoportok, és ezek a csoportvezetők, ezek 18-án, 19-én velünk együtt kint lesznek az utcán. És ezeknek a csoportvezetőknek üzenem, a csoporttagjaiknak üzenem, hogy Isten hozott benneteket újra a családba. A múltat félre raktuk, nem emlegetjük, együtt, egymásért, egy közös célért ki kell menni. Ez viszont a valós és tényleges rendszerváltás. Csak ezért. Aztán ezt levezényeltük, utána leülünk egy asztalhoz, aztán megbeszéljük, hogy milyen sérelmeink voltak a rendszerváltás alatt. Kezet fogunk, én is fasz voltam, majd mondom én, te is fasz voltál, mondod te, azt elégedettel mosolyogva, egymás vállát megveregetve, hazamegyünk a családjainkhoz. Ki ahova tartozik? Yeah. Köszönöm szépen a figyelmet, kívánok szép hétvégét, jó pihenést, nekem még hétfőn lesz egy csatározásom, szem 8-tól 11-ig, de itt maradok veletek, nektek köszönhetően kedden, szokásos időben 20-30-kor jövök. Nyugodalmas jó éjszakát. Jó itt lehet a vacsorához. Együnk! Együnk! Pihenjetek jól, lámogyatok szépeket, és kívánok továbbra is jó egészséget nektek, illetve valamennyi jöttök családjának. Csodaszép hétvégét, családi körbe. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindent köszönök. Isten veletek. Sziasztok!